Ha egy fotont átlövünk egy két réssel ellátott síkon, és megfigyeljük az egyiket, nem megy át mindkettőn. Csak ha nem figyeljük. De ha azután figyeljük, hogy áthatolt a síkon, de a célpont előtt, nem megy át mindkettőn. Ez így van. De mi a lényeg? Az nincs, csak póló feliratnak szántam. Ez a Sheldon idézet, ez tulajdonképpen a kétréses kísérletet magyarázza olyan Sheldonosan el. A kétréses kísérlet pedig a kvantummechanika egyik alapjelenségét bizonyító kísérlet. Ezzel a pólóval köszönték meg a diákok, hogy jó hangulatú előadásokat kaptak. Ennek érdekében került bevetésre ez az egyébként tudományos szinten is lektorált sorozat is. Ezt a kockát pedig az én csoportomtól, az akkori kis nyolcadikosaimtól kaptam, és ez máig olyan közel áll a szívemhez, hogy így ütötten kopottan is én ezt őrzöm. Jedlovszky Pál fizikai kémikus, gimnazista korából is őriz emléket, amit a szakkörös felkészítésért kapott. Akkor még nem sejtette, hogy hova vezet a természettudományok szeretete, például az Eszterházy Károly Egyetemre, ahol tanítványát Horváth Rékát abban is segítette, hogy kémia szekcióban nyerjen az OTDT-n. Az Országos Tudományos Diákkör történetében így ő lett az első, aki már középiskolásként győzni tudott. Középiskolás korában az embernek nagyon nehéz egy ilyen közösségbe beilleszkednie, és úgy érzem, hogy Pál minden támogatást megadott nekem abban, hogy mint személyiség, mint pedig fiatal kutató is be tudjak ebbe a közegbe kapcsolódni, és hát nyilván eleinte tőle tanultam mindent, amit a fizikai kémiáról tudtam, és csak aztán középiskola vége egyetemfele kezdtem saját magamtól is tanulni. Szóval így igazából az alapjaimat is tőle tanultam, és neki köszönhetem. Jedlovszky Pál már fiatal kutatóként Oxfordba kapott ösztöndíjat, és később a New York-i Orvos Egyetem biofizika tanszékén is a rendezetlen rendszerek számítógépes modellezésével foglalkozott. A kristályok azok bizonyos szempontból nagyon egyszerű dolgok, mert teljesen szabályosak. A gázok azok megint egyszerű dolgok, mert azok teljesen szabálytalanok. A bonyodalom ott kezdődik, ha van is rend, meg nincs is egy kicsit szabályos, de nagyon meg nem. Ezek mondjuk a folyadékok, a membránok, a folyadékkristályok, és így tovább, illetve határfelületek. A kutató elmondta, hogy statisztikus mechanikai modellezéssel igen változatos problémákra lehet megoldást találni. Folyadékoknak a molekuláris szintű szerkezetével foglalkoztam. Ez ilyen nagyon fizikus kérdés, hogy egy acetonban hogy állnak a szomszéd molekulák egymáshoz képest, egy vízben hogyan épülnek föl a hidrogénkötéses rendszerek. Mondjuk olyan érdekességeket meg tudtunk vele válaszolni, hogy a víznek közismert a sok anomális tulajdonsága. Például talán a legismertebb az, hogy 4 Celsius fokon a legnagyobb a sűrűsége. Korábbi vizsgálataiban arra volt kíváncsi, hogy az egyes kis molekulák hogyan haladnak át a sejtmembránon, speciális transportfehérjék segítsége nélkül. Azért is olyan rettentő mérgező a szénmonoxid, mert belélegzem, és az összes sejtmembránon átszalad egy pillanat alatt. Vagy az oxigén, ami ugyanezért jó. A orromtól a vörös vérsejtem belsejéig nem kellenek enzimek, amik átlökik a sejtfalakon, hanem átszalad magától. Műtéti altatók, mondjuk egy kloroform. Ő nehezebben jut át, viszont ha egyszer benn van, nehezebben is jut ki. Ezért tart egy-két óráig altatásban minket. Jedlovszky Pál több diákját is a prosciencia aranyérmesek között tudhatja, és fiatal kutatóként maga is átvehette az elismerést. A kutató a Vegyipari Szakmai Bizottságnak az egyik alelnöke, ahol a kémiás pályázatokat szokták rangsorolni. Majd ezután még többkörös elbírálás van a győzelemig. Amikor az érmet megkaptam 1991-ben, abszolút kiegyeztem volna ezzel a karrierrel. Éltem jó pár évet külföldön, Angliában is, Olaszországban is, Amerikában is. Ha visszagondolok, én valahogy így is képzeltem, hogy én akarok élni és dolgozni külföldön, de nem akarok ott maradni, én haza szeretnék jönni. Azt nem gondoltam volna, hogy Egerben lesz a munkahelyem. Én pesti gyerek vagyok, és világéletemben úgy gondoltam, hogy én csak Budapesten tudok élni. Aztán kiderült, hogy nagyon nem így van.
Egy kisebb, de ambíciózus vidéki egyetemen tanítani és kutatni igazán szép és izgalmas feladat, mondta a kutató. Az pedig, hogy mindeközben milyen válaszok születnek a legkülönfélébb fizikai-kémiai kérdésekre, bizonyíthatóan nem csak érdekes, de szórakoztató feladat is egyben. Na, ugyancsak egy kis kvantummechanika. Helyenként némi húrelmélettel fűszerezve, ez a rész itt, ez csak vicc, a Born-Oppenheimer közelítés paródiája.